A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám támogatója és házigazdája Kovács Kata ceremóniamester. A műsorszám támogatója a Tortapalota. Üdvözlöm Önöket! Ebben az adásunkban kiváló sütemények és torták kerülnek az asztalra, méghozzá az esküvői asztalra. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hasznos tippeket hallhatnak. Annak idején, mikor elkezdtem, csak esküvőkre készítettem, még teljesen egyedül dolgoztam. Nem volt se üzlet, se semmi, hanem csak egy kis műhelyben dolgoztam. És folyamatosan kaptam a pressziót erre a már régebbi pároknál, vagy olyan vendégeknél, akik ettek a tortámból, hogy szeretnék egy kisebb családi rendezvényen újra megízlelni ezeket a finomságokat, és aztán így ezért is terelődtem el gyakorlatilag ebbe az üzletnyitás irányába. Így indult annak idején Szabari Éva a torta dizájner pályafutása, és azóta is szerelem szakmája, hobbija a cukrászlét. Az évek alatt rengeteg pozitív visszajelzést kapott már a Tortapalota, melyhez számos elismerés is köthető. 2012-ben, amivel én elkezdtem itt foglalkozni, az még teljesen újdonság volt. Magyarországon nem volt ennek még semmilyen kiárt útja, hogy csak kizárólag esküvőkre készítsen egy cukrász tortákat. Ugye legfőképpen cukrászdákat kerestek meg a párok, ahol a többi süteménnyel együtt a tortát is mondhatni mellékesen megrendelték. És ekkor én így elkezdtem nézegetni különböző oldalakat, ugye jött a Pinterest és a hatalmas inspirációk, és döbbenve rá, hogy hát ilyen nincs. És akkor ezután elkezdtem ezen a téren képezni magam, és aztán a Magyarországon a kiállításokra, magazinokba hirdettem, hogy ez a lehetőség van, és egyre-egyre nagyobb számba kerestek meg a párok. Kétszer voltunk olyan szerencsések, hogy az ország három legjobb torta dizájnere közé választottak bennünket, ami hatalmas megtiszteltetés, és nagyon boldogok voltunk, hogy ezt ugyan nem mi nyertük meg, de ennek számunkra semmi jelentősége nem volt, mert hogy ebbe a csapatba önmagába bekerülni, ez egy borzalmas nagy büszkeség és elismerés. A tendencia azt mutatja, hogy a párok többsége szombati napokra tervezi a nagy napot, így ez a legforgalmasabb nap a Tortapalotában is. Négyen dolgozunk a műhelyben, úgyhogy akár 5-6 vagy még többet is, hogyha kisebb ceremóniákról van szó, ha nagyobb esküvőknél, meg hát attól függ, hogy ugye ki mekkora egyéb dolgot rendel a torta mellé. Hűtőautóval fontos szállítani a tortákat, nem csak a nébi előírása, a hűtőlánc betartása véget, hanem amiatt is, hogy a tortának kell, hogy tartása legyen mindvégig a szállítás során, hiszen hogy ha ezt a 6 fokos, 5 fokos hűtést nem kapja a torta, akkor sokkal inkább ki van téve a rizikónak, hogy bármi történjen a vezetés vagy a szállítás közben. Amit szintén minden esetben érdemes szakemberre bízni, hiszen senki sem szeretne egy kellemetlen tortabaki részese lenni. Mindig azt szoktam javasolni a pároknak, hogy nagyon gondolják meg, hogy honnan rendelik a mennyasszonyi tortát, mert a szállítása a mennyasszonyi tortáknak nagyon fontos, tehát csak olyan helyről rendeljék, ahonnan vállalják a szállítást is. Ugyanis sajnos láttam már összedőlt mennyasszonyi tortákat, ugyanis a szállításnál, ha nem szakember szállítja, nem megfelelő hűtőkocsival, akkor bizony a közlekedés során össze tud dőlni,
és nem szép látvány egy összedőlt menyasszonyi torta, volt már, hogy valamelyik vendégre volt bízva, vagy éppen a vőlegényre, és hát nem ért meg épségben az a torta, úgyhogy ez nagyon fontos, nem is gondolnánk, hogy mennyire, de természetesen összedőlt menyasszonyi tortát láttam már, hogy felszolgáló ejtett el. Képzeljétek el, egyszer egy olyan élményben volt részem, hogy a vőlegény titokban megkért arra, hogy mivel ők egy cukrász család, és a menyasszonyt úgy szokás a cukrász családokba befogadni, hogyha megtréfálják egy kicsit, és azt találta ki, hogy ejtsem el a menyasszonyi tortát. Nem könnyű egy ilyen torta, de elejteni sem könnyű, és ott a teljes nász nép előtt kellett nekem kiejtenem úgy a kezemből, hogy senki nem tudott róla, csak a vőlegény és a szűk család, úgyhogy szegény menyasszony tényleg komolyan vette, hogy ő akkor most akkor mi lesz ezzel a tortával, és hát de utána természetesen a vőlegény behozta a másik menyasszonyi tortát, úgyhogy megnyugodott, hogy ez csak egy poém volt, és mindenki aztán a rémült arcot felváltotta a nevetés. A vőlegény aztán természetesen kihozta a másik ugyanolyan menyasszonyi tortát, amit már nem törtünk össze, nem ejtettük el, és természetesen ugyanúgy felszeletelésre, felszolgálásra került, és megnyugodott mindenki. A menyasszony pláne leesett egy kő a szívéről, hogy ez csak poén volt, ez csak vicc volt. Úgyhogy vannak ilyen történetek is, amikre tényleg különlegesen gondol vissza az ember. Ahogy az összes szolgáltatásban, úgy az édességek tekintetében is széles a felhozatal ma már. Ugyanakkor a torta designer szerint az elmúlt évek jól mutatják, a letisztult, szolid elegancia felé veszik az irányt a jegyes párok. Leginkább az egyszerűség az, amit én látok, hogy kedvelnek ma már a párok. Nem feltétlenül a túl dekorált, nagyon különleges tortákra vágynak, hanem letisztult ilyen helyszíneket is keresnek, úgy látom legfőképpen, ahol a visszafogottság az, ami a legkedveltebb számukra. Az esküvői desszertasztal kialakítása és összeállítása is nagy gondosságot igényel. A modern és egyedi megoldások, valamint a különleges ízek garantálják a vendégek elégedettségét és az esküvő emlékezetességét. És a torták mellett süteményekre is van igény, ám ezen a téren nagy változás következett be az elmúlt évtizedek alatt. Alapvetően ugye a régi időben, amikor még én házasodtam, akkor ez úgy szokott lenni, hogy egy hatalmas, nagy mennyiségű desszerttel készültek a vacsi után, ugye ez a baratmag és társai. Nyilván ezt még ma is sokan kedvelik, úgyhogy ez nem tűnt el ma sem, de van egy új hullám, vagy egy új bevált szokás, hogy egy külön asztalt szervíroznak a süteménynek a párok, vagy szervírozunk mi a párok kérésére, és itt már egy kicsit ilyen fancybbek, menőbbek, jobb minőségű alapanyagból készült modern süteményekkel tudják megkínálni a vendégeiket. Ez azt eredményezte, hogy a mennyiségeket kicsit lejjebb lehetett redukálni, tehát már nincs olyan bődületes nagy mennyiségre szükség egy-egy parti során, hanem azt mondom, hogy egy ilyen 3-4 kisebb, tehát ilyen 5-6 centi átmérőjű kis desszertek, azokat készítünk. A torta designer abban is tanácsot ad, hogy milyen mennyiséget érdemes rendelni a finomságokból az adott násznép létszámához mérten. Talán azt mondhatom így nagy általánosságban, hogy így az emberekre vetítve két típus van ilyen szempontból. Egyik, aki a büdzséből gazdálkodik, a másiknak pedig az a fontos, hogy minden vendégének kellő mennyiség jusson. Ezt kell alapvetően tisztázni első körben magunkba, hogy mi melyik csoportba tartozunk, hogy muszáj kijönnünk abból a keretből, amit erre szántunk, és ha úgy adódik, hogy alálőttünk és kevés a torta, ez bennünket egy csöppet sem zavar, boldogok leszünk attól, hogy elfogyott a torta, és bemaradtunk a keretben. És ugye van a másik oldal, aki azt mondja, hogy úristen, én azt nem szeretném megélni, hogy valakinek is azt kelljen mondanom, hogy nincs több.
És ugye ez alapján kell dönteni, mert hogy sajnos nem tudjuk megjósolni azt, hogy éppen a vendégeknek mennyire találtunk bele az ízlésébe, hogy most olyan tortával készültünk, ami mindenkinek marhára ízlik, és két szeletet szeretne enni belőle, vagy pont az ellentéte, hogy nem annyira az ízlésüket tükrözőt kínálunk nekik, mert hogy tényleg ezt így pontosan nem lehet meghatározni, úgyhogy nagyjából én azt szoktam mondani, hogy eljönnek ide a showroomba, itt többféle torta össze van állítva, 80, 90, 60, 50 szelet, és akkor így ránézésre melyik az, amit ők el tudnak képzelni a lagziukon, hogy neki ez így feldíszít, vagy itt a virág, ott a virág, ilyen virág, ennyi, sok, kevés. Hogyha ez tetszik, ez 85 szelet, 80 fős lagzinál, akkor ez legyen. Egyre többen vannak az ételérzékenyek, ételallergiások, jellemző, hogy a jegyes párok, figyelve ezzel a családtagok egészségére, beszerzik a mentes édességeket. Ma már ez szinte elvárás minden nagyobb rendezvényen, nem is csak az esküvőkre jellemző, a sok-sok ételallergiás ember, akiknek szintén kell valamivel készülni. És például, hogyha visszatérve az előző gondolatnál, hogy 100 főnél csak egy 80 szeletes tortával készülünk, akkor kiegészítjük valamilyen ilyen-olyan mentessel. A műhelyünk az nem steril ilyen szempontból, szóval erre fel szoktuk hívni a párok figyelmét, hogy faggassák ki az érintetteket, hogy mennyire magas fokú az ételallergiájuk, mert hogy mi a keresztényeződést sajnos nem tudjuk kizárni, de boldogan készítünk gluténmentes alapanyag felhasználásával, laktózmentes cukorpótlással, stb. Ilyen alapanyagok használatával elkészítünk bármilyen tortát, akár az esküvőit is, hogyha arról van szó. A megfelelő összetevők kiválasztása után a díszítés és az ízvilág is fontos kérdés az esküvői torták kapcsán. Egy pucértortánál indítjuk a dekorálást, de általában gyümölcsöket, makaronokat, élővirágot használunk. Aztán jön az élővirágos vaj burkolatú torta, itt már egy kicsit intenzívebb a dekoráció is, illetve a burkolat. Aztán a legmagasabb kategóriában vannak ezek a cukorvirágok, ugye itt szirmonként készítem egyedileg minden egyes kis részét, megformálom a virágnak, hogy a lehetőség szerint nem törekszem arra, hogy botanikailag élethű legyen, de egy nagyon szép virágot alkossak. Ezek azért több órás munkát igényelnek, így tényleg azt mondhatom, hogy ez egy elég magas árfekvésű torta végeredményt ahhoz, úgyhogy azt nem mondom, hogy ez a tömeg, de nagyon kedvelik természetesen ezt is. Alapvetően azt szoktam tanácsolni, hogy legyen egy csokoládi íz és egy gyümölcsös, egy könnyedebb és egy tartalmasabb, mert ez így a mindennapi forgalmaink során is visszajelzés, hogy így oszlik meg az embereknek nagyjából az ízlése. És ez a pároknál is nagyon gyakran így szokott lenni, hogy a fiú mondjuk a csokit szereti, a lány a gyümölcsöst, és ugyanígy majd a násznépnél is pont ez lesz, hogy ezért így szoktam javasolni, hogy kétféle íz legyen legalább a tortában, de lehet három, vagy akár négy is. Hódít a málnás belga csoki, a tejcsoki mangó, a kókuszos eper, a pisztácia pedig kifogyott, csokoládé pedig nem is volt. Akarom mondani, a pisztáciás fehér csokival is nyert ügye lehet az ifjú párnak. Legközelebb is érdemes lesz velünk tartaniuk, akkor ugyanis smink és hajtippeket adunk az aráknak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszámot támogatta a műsor házigazdája Kovács Kata ceremóniamester. A műsorszámot támogatta a Tortapalota. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.